A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép estét kívánok, köszöntöm az Agrárinfo nézőit. Nos, ma a szántóföldi növénytermesztésről beszélünk elsősorban. Vendégem a Fejér megye Gazdagörök Szövetségének elnöke Kis Norbert Ivo. Tisztelettel köszöntelek, szervusz. Nos, hát a beszámolóinkból, talán már a híradósakból is a nézőket tájékoztattuk természetesen. Ugye befejeződtek a kalászosok aratása, a betakarítási munkák, és hát az eredmények itt a mezőföldben viszonylag elfogadhatóak, ugyanakkor hát országszerte hozamok elmaradnak a sok éves átlagtól. Nagy hőség és asszály van. Beszéljünk erről az évszázados asszályról. Mennyiben határozta ez meg a búza és a zab, illetve az összes többi, amit most már betakarítási és a magtárakban alszanak? A termésmennyiségeket nagyon meghatározta, tehát ez mindenki látja. Nem csak maga az, hogy a talajokban nincs nedvesség, hanem egyáltalán az, hogy légköri aszály is volt. Tehát ez mind a tavaszi vetési növényeknél látszik, ugye a légköri aszály megtermékenyéskor meleg volt, nem volt megfelelő, nem úgy kötöttek. Ott kihatott ugye a későbbi, mert hiába volt május-júniusban eső, nem tudtak a csövek kifejlődni annak ellenére, hogy volt úgymond, lehetett azt mondani, nagyobb mennyiségű csapadék. Mert ezek a csapadékok sajnos úgy érkeztek, hogy hirtelen nagy mennyiség, ami nem a talajba beszivárgott, hanem elfolyt rajta. Ez az aszály, ez nem most kezdődött, hanem ez a tavalyi ősz folyamán már, és ha megfigyelték a kedves nézők, akkor a télen autókról például nem nagyon kellett jeget kaparni. Ugye ez annak a jele, hogy a légkörben nincsen pára. Vannak a megyének, és visszatérve itt a kalászosokra, jobban teljesítő része, ahol egy kicsit talán több csapadék volt. Ez a Enying és főleg Lajos-Komárom térsége, ahol azért komoly termésmennyiségek alakultak ki, bizonyos területeken ott is, ahol megfelelő volt a vízellátottság a talajba, megfelelő időbe jött a csapadék, olyan agrotechnikát alkalmaztak, de a megye északi részére azt mondom, hogy egy ilyen átlagos termésmennyiséggel zártuk a nyári aratású növényeknek a végét. Tehát az a hektáronkénti átlag mutatja az őszi betakarításokról, hogy az őszi búza, őszi árpa, illetve a repce miként alakult. Menjünk azért végig nagyjából, hogy állt a repce, hiszen az egyre inkább népszerűbb lett Fejér megyében. Az igaz, de az idei évben, tehát az ősszel, mivel már az ősszel elkezdődött ez a csapadékszegény időszak, nem nagyon tudott kikelni. Ezáltal, hogy egy részét, mert sokkal nagyobb területen terveztek repcét, mint amennyi a végén el, megmaradt és betakarításra került. A megyei átlag az ilyen 2,4 tonna körül alakult. És ez érdekes, mert nem feltétlen ott volt magas a repce termés átlaga, ahol az őszi árpáé és a buzáé volt, hanem más területeken, mondjuk ha jól emlékszem, akkor a bicskei körzetben például nem alakult rosszul a repce. Viszont az őszi árpa és az őszi buza termés mennyisége az elmaradt. Ott egy ilyen átlagos évet lehet mondani. Igen, ez nagyon fontos, de a nyár közepén már érzékelhető volt, hogy ketté szakad az ország. Ugye a Dél-Alföldön az tragikus volt, én magam is jártam, Észak-Magyarországon nem különben, és még Közép-Magyarországon is az talán a közepest elérte, viszont nálunk pedig az átlagos, tehát ez volt a lényeg. Igen, ugye az országot, tehát a Duna az idejében ketté választotta időjárás meg csapadék szempontjából, de azt azért tudni kell, vagy földrajzilag még a Fejér megyei rész az az Alföldhöz tartozik. Ugye mezőföld az alföldi nyúlványit, de sokkal jobbak a talajaink, mint a Duna-Tisza közén. Igaz, a Békés megye, tehát azt szokták mondani az ország élés kamrája, mert ott vannak 40 aranykornás földek, és jó, de nagyon elmaradt a csapadék a sok éves átlagtól.
és ami kevéske netalán leesett, az sem úgy abban az időben, amikor gazda szempontból így szeretnénk beprogramozni, hogy most lenne jó a csapadék. Világos. Beszéljünk a minőségről. Minőséget mennyire határozza meg az ilyen időjárás? A minőséget annyiban, hogy szokták mondani, és azt tartják igazából, hogy buzánál is, meg a más, hogy minél magasabb a termés mennyiség, annál gyengébb a minőség. Na most ugye az utóbbi időben, mivel nincs nagy árkülönbség az étkezési javítóbuza és a takarmánybuza között, inkább a gazdálkodók rámentek a mennyiségnek a termelésére. Tehát az esésszám csökkent, mondhatjuk. Nem az esésszám, hanem a sikértartalom, ami a malomiparhoz kellene, igen, és ezek a beltartalmi értékek. Mielőtt mennénk, hogy a talajelőkészítést mennyiben befolyásolja ez a szárazság, egy kicsit azért tessék szó, hiszen a szalma minősége. Én azt olvasom, illetve a gazdák is mondják, hogy a szalma minősége nagyon gyenge az idei esztendőben, és hát az állattartókat ez jelentősen befolyásolja. Igen, tehát úgy tevődik össze a gabonáknak a termés mennyisége, hogy egyharmad termés, tehát magtermés, és kétharmad szármaradvány. Na most, mivel a termés mennyiség elmaradt a vártól, így a szalma mennyiség is jóval kevesebb lett, mert növény mindig törekszik arra, hogy saját magát reprodukálja, tehát hogy az utódokat kinevelje, és nem az, hogy saját magát fejlessze. Világos. Lucerna, hiszen az állattartók szempontjából, az állattartókról majd egy kicsit később beszélünk, de a lucerna mennyisége is elmaradt a vártól, a minősége pedig borzalmas, mondják a szakemberek. Igen, hát a növényeknek csapadék kell ahhoz, hogy növekedni tudjanak, és a lucernáknak, tehát nem a friss telepítésűeknek, hanem mondjuk az egy-két éves lucernáknak, hiába van mélyebben a gyöker, a mélyebb rétegek is ki vannak száradva, és ott sincs vízmennyiség, amitől növekedni tudjon. No, akkor egy kicsit nézzük meg a talajelőkészítést. Ugye beszéltünk arról, hogy nagyon-nagyon fontos a vetésekhez, hogy hol van a csapadék. Itt Fejér megyében voltak olyan területek, illetve vannak is, ahol ez 70-80 centi körül van, ami egyszerűen megnehezíti, sőt lehetetlenné teszi a vetést. Igen, tehát a talajoknak van egy úgynevezett kapilláris vízmozgása. A csapadékvizet belevezeti, és amikor bele a talajba, és amikor nincs a felszínen víz, akkor azt alulról felhozza, vagy ilyen vákum hatással feljön. Na most ugye felülről valameddig befelé rossz agrotechnikával úgynevezett eketalpakat lehet kialakítani, főleg ekével, ez ilyen 20-30 centi mélységben van, és az a víz elfolyik. Tehát 30 centig beszívódik, lejjebb nem megy, elfolyik. Az alatta lévő víz viszont nem tud feljönni. Itt szokták alkalmazni ezek az ittókat, hogy ezeket az eketalap betegségeket úgymond felszaggassák, és ezáltal vizet tudjanak biztosítani a növények számára. Mert eső is csak akkor hatásos, hogyha az rendesen beszivárog a talajba, és onnan tudja a növény felvenni. Ugye, ha már a vízgazdálkodásról beszélünk, Nagy István agrárminiszter felvetette annak a lehetőségét, sőt, hogy újra elkezdik a csatornázási rendszert megvalósítani, annál is inkább, hiszen hazánk az az ország, ahonnan sokkal több víz megy el, mint ami bejön. Ez mennyiben lesz tetten érhető? Ugye konkrét tervek még nem születtek, de nyilvánvaló, hogy ez a jövő útja. Magyarország, tehát nézzünk egy kicsit távolabbról, ugye két nagy folyónk van, a Tisza és a Duna. Azt mondják nálam jobban hozzáértő szakemberek, hogy akkor kezdődött a magyar mezőgazdaságnak a leépülés, mikor elkezdtük a folyókat szabályozni. Ugye történelemből tanultuk, hogy Egyiptomban is az árad, tehát amikor a Nílus kiöntött, azon a területen tudtak termelni a gazdák. Nálunk is ezek a folyók kiöntöttek, magasabban voltak a vízszintek, és így az altalajban lévő vizek is sokkal messzebb, tehát nem csak a medernél, hanem 50-60-100 kilométerekre elhatottak. De mivel most a folyók szabályozottak, a víz gyorsan át tud futni az országon, ezért az altalaj nem telítődik föl, tehát nem tud kijutni a víz ebbe az 50-100 kilométeres körzetbe, és így lecsökken az onnan induló patakoknak is a vízhozama, és a felszín alatti vizek egyszerűen eltűnnek, tehát úgy el fog szivárogni. És a csatornázás ebben segíthet? Illetve az, hogy azokat a kisebb patakokat, folyamokat kitisztítsák, és lehetővé tegyék, hogy ezekből is lehessen öntözni?
elsősorban ezek ott fognak segíteni, hogy ezeket a csatornákat el tudjuk árasztani vízzel. Ugyanúgy, ahogy említettem a két nagy folyónál, hogy az altalajba is jut onnan víz, ugyanezeknél a csatornáknál is jutni fog. De én úgy hallottam, hogy az a terv, hogy ilyen fenék gátakat építeni mind a Tiszán, mind a Dunán, ami megfogná a nagy mennyiségű víznek a hirtelen átzúdulását az országon. Ezáltal ugye megemelkedne a vízszint, és sokkal beljebb lehet juttatni a vizet az altalajba a folyóktól elfele is. Ez jó megoldás? Valószínű, hogy ez lesz a legjobb megoldás. Igen, hát beszéljünk az energiaárakról. Azt tudjuk, hogy a kormány létrehozott egy asszályvészhelyzeti operatív törzset, hiszen az input anyagok és a általában minden drágul. Kezdjük a műtrágyával. A műtrágya ára, megnéztem, majdnem négyszeresére nőtt. Ezzel miként tudnak a gazdák megbirkózni? Hát ebbe kicsit szerkesztőnek megcáfolom, tehát nem négyszeresére nőtt, hanem majdnem a tízszeresénél jár. Most már majdnem a tízszeresénél jár. Nem tudom árakat mennyi lehet mondani. Tavalyi év elején 60 és 70 ezer forint között volt egy tonna masnak az ára, most olyan 40-50 ezer forint egy tonna mas. És nem is lehet kapni, tehát nincsen. A kereskedők úgy árulják a mappot, vagy a mast jelen pillanatban, hogyha a gazdák vesznek hozzá egy tonna, vagy egy igen, tehát vesznek hozzá őszi műtrágyát is. Akkor kapnak ajándékba 40 ezer forintos áron mas műtrágyát, ami a növények ugye legnagyobb alkotó része, és ettől lesz termésmennyiség, ugye a vegetatív, tehát a zöld növényi részeket növeszti a nitrogén. És mi újság a műtrágyával? A műtrágyák, azt mondják, a kereskedőkkel beszélgetve, hogy hozzánk nem igazán jött a Oroszországból akkora mennyiség, de mivel egész Európa szankcionálta magát az orosz piacról, azért nagyon sok műtrágya, tehát főleg MAP, foszfor és kálium műtrágya jött, ezért most ez a mennyiség csökkentés azokban az országokban, Egyiptom, Marokkó, ahonnan tudnának behozni, ugye nem növelték meg így a termelést. Tehát most kialakult egy keresleti piac a műtrágyára, ami árfelhajtó hatással van. Nitrogénárak? Nitrogénárak azok a tízszeresén vannak, és mivel ilyen magasak a gázárak, nem éri meg a kereskedőknek, vagy a gyártóknak legyártani a műtrágyát, mert nem fogják tudni eladni, ezért most állnak a gyárak. Tehát valószínű, hogy a tavaszra ott is egy ilyen keresleti piac fog kialakulni. Akinek lesz pénze az idei aszályos év után a gazdálkodóknak, hogy megvásárolják. És ennek tükrében mi történik az őszivetésekkel? Az őszivetésekkel még nem lesz gond, az őszivetések meg fognak történni, el fog vetni mindenki. De a tavasszal, ha nem tudjuk megfelelő mennyiségű nitrogén műtrágyát kijuttatni, akkor ez ott már érezhetően nagy mennyiségű terméscsökkenés lesz. Ugye nagyon jó néhány gazda azt mondja, hogy ilyenkor fölösleges még a betakarítások után szántani, mert hogy még csak rosszabbat érnek el, mint sem, ha úgy hagyják egy ideig. Tehát a talaj előkészítés is húzódik a szárazság okán? Hát most, hogy voltak azért csapadékok a megyei átszintet, de ahogy az időkép térképéből láttam, talán egész megyében volt valamilyen szint eső, meg úgy folyamatosan adódik. Most nekiálltak talajokat csinálni, hogy az őszivetésekhez készítsék már fel a talajt, hogy ne akkor kelljen majd kapkodni. Jó, az őszivetésekre visszatérünk, de kell, hogy beszéljünk a kukoricáról és a napraforgóról. Elkeserítő a látványa a kukoricának. Én jártam az Alföldön, ott jószerivel nem lesz semmi. Ez vonatkozik a napraforgóra, és mi újság nálunk? Hát sajnos a megyét is elérte, és elkezdődtek a kukorica betakarítások. Ugye van a megyében egy nagy kukorica feldolgozó üzem, aki nyersen vásárolja a kukoricát. Ide már aratnak a gazdálkodók. A víz az ilyen 19 és csillagos ég 35 környékén van, ugye ők 28-as vízig vásárolnak. Azok a visszajelzések, hogy a nullától 6-7 tonnáig takarítanak most be nedves kukoricát. Csak az a baj a kukoricákkal, és azt látjuk, kezdjük tapasztalni, hogy mivel a kukoricák zöld felületen tudják leadni a nedvességet, tehát addig tudja a csövet csőből kiszedni a nedvességet, amíg zöld,
mivel megszáradtak, így a csőből nem fog olyan szinten lemenni a nedvesség. És itt jönnek újra megint az energiárak, hogy nem tudjuk, hogy a szárító üzemek milyen áron fogják megvásárolni a gázt, amivel majd szolgáltatnak a gazdálkodóknak a kukorica szárításánál. Tehát ez nagy gond lesz az állattenyésztőknek is mindenképpen, mint ahogy már most is gondot jelent, hiszen hallottam olyan híreket, és ott is voltunk, hogy a siló kukorica betakarítása során sokkal gyengébb volt a minőség. Hát a gazdálkodók most az idei évben, tehát azt csinálták, hogy próbálták. Egy kicsit korábban álltak neki. Korábban is álltak neki, és nem is biztos, hogy azok a táblákat kezdték el silózni, amiket ők silónak vetettek. Mert megnézték, hogy melyik jó, melyik nem, és ugye gyengébb tábláikat, amikből már semmi nem, azokat elkezdték silózni. De ott jött a silónak is a minőségi romlása, hogy szemtermés nem volt benne, nem, nincs benne, mert zöld tömeget próbálták letakarítani a területről, hogy a másik részen a szemes termény azért talán hátha lesz még. Így van, tehát tartalma nem volt. Így van. Napraforgó. Elkeserítő nézni. Most már sokatszor mondok valamilyen jelző szerkezetet, de mi megszoktuk itt a mezőföldön, hogy gyönyörűek a földjeink. És ha ránézünk, egyrészt kicsik, másrészt, ahogy a gazdák is mondják, nagyon kevés az olajtartalom. Hogy van ez most? Hát ez úgy történhetett, hogy volt olyan rész, ahol meleg volt, és nem volt csapadék, amikor a napraforgónak kötni kellett volna. Tehát ott nagyon sok az üres szem. Ezek a fejek nagyon össze mennek, ezek általában fölfelállnak most is, mert nincs súlya, ami lefele húzza. Tehát a nagyobb részen, hála Isten, ott azért kötöttek a napraforgók, csak a csapadék hiány itt is hiányzik. Tehát a nedvesség hiány, nem tudtak kitelni, tehát könnyűek a szemek. Nem tudta az olajat beépülni. Az olajnak a beépülése a napraforgó szemekbe az a tenyészidő vége fele történik, és nem tudták beépíteni, a magba nem épült be az olaj. No, hát azt nagyon is jól tudjuk, hogy a MAGOSZ, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara szaktárcával közösen próbál segíteni. Melyek a legfontosabb teendők, amelyekkel a katasztrófa helyzet elkerülhető? Hát a katasztrófa helyzet az állattartók, tehát őnekik a legnagyobb problémájuk, nekik minden nap etetni kell a jószágot. Azt tudom, hogy Nógrád megyében vásárolt, tehát a Veszprém, Komárom-Esztergom, Vas megyei gazdáktól tudtak vásárolni takarmányt, hogy az állataikkal ezt az időszakot átvészeljék. Ebben a kormányzat ad segítséget nekik szállításra. Igaz, hogy rettentő magasak az árak, hogy mi az operatív törzs ugye folyamatosan ülésezik, megpróbálják ezeket a gazdákat úgymond meghitelezni, hogy az állataikat ne kelljen nekik vágóhidra küldeni, mert ha vágóhidra küldenek mondjuk egy szarvasmarhát, ott 2 év mire újra lesz belőle tenyészállat. Nagyon nagy kiesés lesz. De ugyanez lesz a takarmány fogyasztóknál is, tehát a baromfinál is, a sertésnél is. Ugye a baromfiaknak tavasszal volt egy madárinfluenza, lecsökkent a létszáma. Most a takarmányak árak vége nem állítják vissza, hogy a gazdálkodók az árakat, mert nem tudják anyagilag, nem tudják finanszírozni. És ez a boltokban is ugye tapasztalatom, amikor azt mondják, hogy a 2 tárca helyett a 3-at már nem vihet el a vásárló, csak a 2-t, mert ennyi jut, hogy mindenkinek jusson. Sertésnél ugye is ugyanez ez a helyzet, tehát az abrakfogyasztóknál, és még nem épültek be az árak a fogyasztói árakba. Ahogy nem épült még be a tej árába sem, mert ez nyilvánvaló, tehát ne legyenek illúzióink, a tejárak is növekedni fognak, ahogy a kenyérárak, meg az összes többi és a húsárak, és ennek nem lehet gátat szabni. Miben reménykedhetünk már azon túl, hogy a szaktárca, illetve a MAGOSZ, illetve a kamara segítségével azért próbál úrrá lenni a helyzeten? Hát, reménykedünk, hogy esik az eső. Reménykedünk. Hát az, hogy esik az eső, az már ugye a jövő évire lesz kihatással. Olyan információk vannak azért, hogy buzából, tehát a kenyerünk biztosított. Mert az megtermelt az országba, ugye amennyi kell a belső fogyasztás, azt nem engedik. Ugye vannak ezek az exportkorlátozások, és ezek működnek most is. Nem engedik ki külföldet, hogy kenyerünk az lesz. De most, mivel az input anyagárak ilyen szinten emelkednek, azért az nem elvárható a fogyasztók részéről, hogy a gazdák viseljék 100%-ban a terhet, mert nem fogják odaadni. És a tavasszal hallottam pont egy interjúval a
német agrárminisztertől 10 euró környékén várja kiló kenyeret. Tehát bízunk benne, hogy nem így lesz, és ezt nem fogjuk elérni, mert az nagyon vissza fogja vetni a keresleti oldalt is, de ugye nem lesz, aki megvásárolja ezen a szinten a kenyeret már. Jó, hát én azért bizakodó vagyok, de azt hiszem, hogy gazdáknak ezzel meg kell birkózniuk, és hát nekünk vásárlóknak meg a mindennapi kenyerünket ad meg nekünk ma címszó alatt, azt hiszem, hogy reménykednünk kell is. Most hát ehhez kívánok jó munkát, azt hiszem, hogy azért lesz dolgotok bőségesen. Lesz az elkövetkező időben, megpróbálunk mindent, úgyhogy minden ágazatnak jó legyen, és ne az legyen, hogy egyik ágazatnak ki kell húzni a másikat a bajból, hanem mindenki válvátve előrefele haladva. Történjék így, bármilyen nehéz is a helyzet. Kis Norbert Ivónak köszönöm szépen, hogy megtisztelt bennünket. Kedves nézőink, önöknek is köszönöm a figyelmet. Találkozunk a jövő héten ugyanebben az időpontban, ugyanitt. Viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.